Sziasztok! Ma egy kötelezős videót hoztam nektek újra. A YouTube nézettségi számlája szerint az előző kötelezős videóm volt a legnézettebb. Na de most a Láthatatlan ember című könyvet hoztam el nektek. Megmondom őszintén, nekünk ez nem volt kötelező. Benéztem, és illetően olvastam. És utána derült ki, hogy amúgy más volt a kötelező olvasmány, úgyhogy olvastam el azt is. De nem baj, ez nektek jó, mert így majd azt is meg tudom nektek mutatni videóban. Most pedig jön a Láthatatlan ember jegyzete. Epilógus. Gárdonyi bemutatja Zétert, aki bevallja, hogy ölt, és mesél feleségéről, Gigiáról, aki az őrangyala. Első fejezet. Zéta Tráhiában született, 12 éves volt, mikor anyja meghalt. Apja nem tudta eltartani 5 testvérével, ezért eladta rabszolgának. A gazdája hazaviszi, és Teofilnek nevezi el. 3 fiának vette játszótársnak. Először úgy gondolja, jó sorsa lesz, de kiderül, hogy a fiúk játéknak tekintik, és nem társnak. Egyszer visszaüt, amikor nagyon megverik. Egy rektor vásárolja meg őt eredeti gazdájától. Ekkor jobbra fordul a sorsa. Ekkor kapja az Éta nevet. Új ruhát kap, iskolába jár és segít gazdájának. Kiderül, hogy nagyon jó a memóriája. 8 év múlva szabad lett, és 100 aranyét is kapott, de nem akar elválni gazdájától. Második fejezet. El kell utazniuk Attila királyhoz. Zéta hunnok kezd tanulni, és beleszeret Csáthun úr lányába. Harmadik fejezet. Attila király fogadja őket, de mikor megtudja, hogy csak 12 foglyot hoztak 100 fejet, Zita barátját pedig megölték. Negyedik fejezet. Nagy viharba kerültek, a szél elfújta a sátrukat. Buda feleségét tölételt és meleg ruhát kapnak. Zita a lányra gondol. Ötödik fejezet. Zita virágot ad szerelmének, Emilnek. Hatodik fejezet. Zita gazdája nem érti, mi van vele, mert eddig elégedett volt az életével, most viszont szomorú. Hetedik fejezet. Emil megszólítja Zétát, összevesznek és Zéta pofon kap. Nagyon megharasztik a lányra, próbálja megbékíteni. Nyolcadik fejezet. Zita megbánja, hogy előző nap haragudott a lányra. Kilencedik fejezet. Attila esküvőjén is találkozik a két gyerek, Zita és Emil. Tizedik fejezet. Zita gazdájának kotír a történésekről. Tizenegyedik fejezet. Találkoznak egy hunnal, aki meglepetésükre az ő nyelvükön görögül köszönti őket. Eredetileg ő is görög. A bizánci birodalomban született. Iszrai olajkereskedő volt. Hunfogságba került, ahol a fővezér rabszolgája lett, de részt vett a háborúban, amivel ki tudta váltani magát. Hunnőt vett feleségül, gyerekei születtek, és a hunok közt maradt. Most Attila jó barátja és vagyonos hun úr. Közben megjelenik a fővezér is. Bizánci császár örökös békés szeretne kötni a hunokkal, ezért kéri, hogy a fővezér menjen személyesen Bizáncba tárgyalni, de a fővezért nemet mond. 12. fejezet. Királynéhoz mennek látogatóba, ahol a királyné Zéta szolgálataira vágyik. Ezt meg is kapja. Zéta egész nap iniciálét rajzol neki. Hazafelé Attilát játja, bíróként, ahogy igazságot tesz. 13. fejezet. Másnap ebédre hivatalosak Attilához. Zéta gazdája az egyetlen, aki látja benne a komoly és veszélyes államférfit és hadvezért. 14. fejezet. Zéta a bizánci nőkről mesél a királynőnek, aztán a saját életét kell elmesélnie. A királynő kiakad, mikor megtudta, hogy rabszolga volt. 15. fejezet. Másnap a királynő nem kér a szolgálatából. Emil egy fiúval lovagol, Zéta féltékeny. Attila lepecsételje levelet és ajánlatot ad a bizánciaknak. Zétáék el is kezdtek csomagolni, mikor a királynő ajándékot küldött neki.
Örült az ajándéknak, de mindenképpen látni akarta még Emőt utoljára. 16. fejezet. Másnap útnak indultak. Zéta szomorú volt. 17. fejezet. Zéta azon gondolkozik, hogy visszatér a hunokhoz. Hát, valahogy feleségül tudja venni Emőt. Tisztában van az, hogy Emő rabban magasan felett áll, és Attila egyik fiának szánja. Nem tud szabadulni a gondolattól. Gazdája nevével levelet ír Emő apjának, fogadja el rabszolgának. Levelet ír gazdájának is, melyben elbúcsúzik és elhagyja őt. 18. fejezet. Zétáik a Dunához érnek, ahol a hunok között, ahol a hunok szökött római rabszolgákat akasztanak fel. 19. fejezet. Zéta elbizonytalanodott és fél, azon gondolkozik, hogy visszamegy a gazdájához. 20. fejezet. Zéta elássa a pénzét. 21. fejezet. Elfogja az ételjéket és elveszik a pénzüket. 22. fejezet. Attila elé vezetik őket. Attila az összes rabszolgát örökké rabszolgává teszi. Sosem szabadulhatnak fel. 23. fejezet. Zétával kísérletek sorsa miatt. 24. fejezet. Zétának nem tudják, milyen feladatot adjanak. 25. fejezet. Új gazdája bizonyos császárral kérdezi Zétát. 26. fejezet. Zéta találkozik Emővel, aki dühös rá. Azt kérdezi, miért jött vissza. Zéta azt válaszolta, hogy azért jött vissza, hogy megtudja, ő adta el neki a rózsát. A válasz nem. 27. fejezet. Többi rab gúnyolja Zétát, gazdája pedig mindenhova magával viszi. Összebarátkozott egy fekete tyúkkal. 28. fejezet. Megköszöntött az ősz. Zéta még mindig reménytelenül szerelmes. Télen gazdája ruháiból kap, amíg nagyok rá, mindenki kineveti. 29. fejezet. A szobalány kezd beszélgetni Zétával, de ő elzavarja. 30. fejezet. Zéta gazdája levelet kap régi gazdájától, hogy keresse meg őt. Erre dühös lesz és megsebesíti Zétát. 31. fejezet. Új gazdája visszaengedi régi gazdájához, Zéta nem akar menni. Emő próbálja meggyőzni. 32. fejezet. Gazdája fiának fogadja és visszaadja a pénzét. Azt hiszi, a hun élet miatt maradt ott. 33. fejezet. Zéta meglátogatja a táltost, aki a sérüléseiből gyógyította meg. 34. fejezet. Egy októberi napon Attila hivatja Zétát. Okot keres arra, hogy megtámadja Bizáncot. Zéta akaratlanul segít neki. 35. fejezet. Attila levelet ír, melyben követeli a lányt, aki 15 éve gyűrűt küldött neki. A válaszban megtudja, hogy a lány már férjhez ment. Ki tűzi a piros zászlót. Minden törzset összehív a háborúhoz. 36. fejezet. Elindulnak a háborúba. Zéta elbúcsúzik Emőtől, aki megengedi, hogy megcsókolja az arcát. Kifelé egy szobalány is a nyakába ugrik. 37. fejezet. Zéta Attila irodajákjaival beszélget. Megtudja, hogy az egyik szerelmes Emőbe. Elhatározza, hogy nem térhet vissza, élve. 38. fejezet. Zéta elborzad attól, amit a sereg egy faluban művelt. 39. fejezet. Zéta lelő egy férfit, aki egy nőt vonszol. Attilának nem tetszik az öldöklés. 40. fejezet. Megállnak, hogy hidat építsenek. Az elfoglalt faluk nem ellenkeznek. Egy óra alatt 8000 harcos mészárolnak le a királyukkal együtt. 41. fejezet. Attila elfoglalja az orleáni várat és kifosztotta a várost. 42. fejezet. Az egyik város püspöke beszélni akar Attilával. Megkérdezi tőle, ki ő, bármit lerombolhat. Attila azt válaszolja, ő Isten ostora. Pest is tombol a katonák közt. A fiú is meghal, akire Zéta a féltékeny. 43. fejezet. Attila csatába keveredik. 44. fejezet. Zéta egy pestises ruháját viseli. 45. fejezet. Attila a sátorban a püspökkel vacsorázik, aki köszöntőt mond. 46. fejezet. Ezután áldozati szertartás következik. Az áldozatok lapockájából jósolnak. 47. fejezet. Zéta gazdája bort ad neki. 48. fejezet. Két csapat szemben áll egymással. 49. fejezet. A csata elkezdődik, Zéta több kisebb sérülést is szerez. 50. fejezet. Zéta elájul, mikor felébred, beszül a hullák alá. Mikor kiszabadul, megtudja, hogy megsérült a térde. 51. fejezet. Zéta elkapta a pestist. 52. fejezet.
A patak megtérik az eső miatt, az ételt is elsodolja, de kihalásszák. 53. fejezet. Zita a püspök házában tér magához, lassan fejdőjú sérüléseiből. A püspök befogadja őt. Egy nap egy vagyonos ember hal meg Pestisben. A nyilván pedig Zita elhagyja, de ez őt nem érdekli. 55. fejezet. Zita hazatér, Emőke még nem ment férjhez, de gyászolta őt. Hazaért túlélte a csatát, de nem látta Zita vitézségét. Viszont Zita tyúkját feláldozták az emlékére. 56. fejezet. A királynő magához hivatja Zétát, elmesélteti vele az összes kalandját. Közben hírnök érkezik, Róma megadta magát. 57. fejezet. A szobalány próbálja megtudni Zétától, hogy miért gyűlöli. 58. fejezet. Kiderül, hogy Emő Attilába szerelmes. 59. fejezet. Gazdája Attilának adja Zétát. 60. fejezet. Attila felfigyel Zétára, első számú rab lesz belőle. 64. fejezet. Attila egyik vacsoráján táncol Emővel. 62. fejezet. Attila megkért egy germán lány kezét. Emő nagyon szomorú. 63. fejezet. Attila megtartotta az esküvőt. Zéta végre észrevette a szobalányt, aki szerelmes belé. Esküvő után Attila meghalt. 64. fejezet. Készülünk a temetésére. Emő és Zéta ruhát cserélnek. 65. fejezet. Zéta megtudja, hogy Emő meghalt. Kitört a polgárháború Attila halála miatt. Azon veszekednek, ki örökölje a trónt. A szobalány szól Zétának, hogy meneküljön. Ekkor Zéta szeme felnyíl. Elmenekülnek a szobalánnyal. Szerintem elég tartalmas könyv, és izgalmas is. Aki szeretné végigolvasni az egészet, az én példányom helyhiány miatt eladó. 1500 forintért szívesen odaadom bárkinek. Mindjárt 11-ben tudtok érdeklődni iránta. Legyen szép napotok, jó olvasást, sziasztok!